A repce virágzása egyben a méhészeti szezon kezdetét is jelenti. A virágzást követően indul a méz begyűjtése, a pergetés, a feldolgozás. Árgyelán János méhészeti szaktanácsadó azt mondta, az időjárás idén sem kedvezett a méztermelőknek, így nem számítanak bőtermésre a szezonálisan első hazai mézfajtából, a repcemézből. A repceméz az az egyetlen, vagy az első olyan méz, ami nagy tömegbe termelődik a méhészetekben. Nyilván ez megyei szinten megoszlott a vetésterület, vannak olyan települések, amelynek a körzetében abszolút nem volt repce, inkább ez a úgynevezett déli részre, a megye déli részére jellemző a nagyobb vetésterület. Azt tudom mondani az eddigi tapasztalatokban, hogy egy gyenge, közepes terméssel számolhatunk. Nyilván az időjárás az, ami ezt is befolyásolta. A hungarikumnak számító magyar akácméztermés meghatározó a méhészetek életében. Különleges ízvilága és minősége miatt az egyik legnépszerűbb hazai mézünk. Békés vármegyében az elmúlt évekre jellemző tavaszi fagykárok az idén az akácosokat sem kímélték, így a méhészeknek valószínűleg el kell vándorolni az ország más méhlegelőire. Néhány fán lehet látni azokat a megmaradt első virágokat, amelyek már úgynevezett babos állapotban vannak, tehát nyílás előtti állapotban. Sajnos két alkalommal március 20-át követően, illetve április elején fagyás vagy fagykár érte az akácosokat. Az elmúlt években ez is jellemző, hogy minden tavasszal kisebb-nagyobb fagykár éri az akácot, és hát ettől is függ majd a termésünk, hogy egyáltalán mennyi az az épp virágzat, amiről tudnak gyűjteni a méhek. Az első hazai mézfajta, a repceméz, bár mennyiségben elmarad a várakozásoktól, a minősége és ára kárpótolhatja a mézkedvelőket. A következő napok időjárása fogja meghatározni a hungarikumnak számító akácméz ízvilágát, illatát és minőségét.